down and worship him now. How great, how awesome is he, and together we sing. Holy is the Lord God. Az én számomra nagyon sokat jelent a dicsőítés, legfőképpen egy lélegzés. Számomra, amikor kiállok dicsőíteni, és csak ő és én vagyok, nincs senki más, van is tele, ha tele is van a gyülekezet, akkor is csak ő és én, akkor abban a fél órában, abban az egy órában a szabadnak érezhetem magam is. A lelkemnek nagyon jó tesz, amikor dicsérem az Urat, és Isten igény is azt mondja, hogy dicsérjetek az Urat teljes szívetekből. És ezt teszem mindenkor, amikor kiállok, és számomra a dicsőítés egy szabadság, egy bilincsektől való megszabadulás. És amikor talán az Úr azért is teremtett bennünket, hogy őt dicsérjük. És talán ez a világnak a problémája, ezt a gondolatot, ezt elomályosították, de minden örömmel és minden szellemmel azon vagyok, hogy őtet dicsérjem. A dicsőítés lényege az, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessünk, akár imádat által, vagy dicséret által, és az a legigazi dicsőítés, amikor az emberek teljes szívükből magasztalják Istent és dicsérik, és teljes lényükkel azon vannak, hogy Istennel kapcsolatba kerüljenek, minél közelebb, a bűneiket letegyék Istennek a lába elé, megérezzék Isten szent szellemnek a jelenlét által, hogy mik azok a dolgok, amelyeket le kell tenni az életükben, és amikor Isten dicsérjük, akkor azt mondta Isten, hogy a dicséretek között lakozik. Ezért a dicséret által nagyon közel kerülhetünk Istenhez, és hogyha ezt megtesszük, akkor Isten jelenléttel leszáll ránk, és megújítja a bensőnket, az egész lényünket. Úgyhogy szerintem az, aki elkezd dicsőíteni Isten, az a legjobb dolgot teszi. Igazságban keresi az őket imádókat, és én is egy ilyen személy szeretnék lenni, meg az is vagyok, úgy gondolom, mert szeretem Isten dicsérni és magasztalni és imádni, és amikor az ő jelenlétébe bekerülök, akkor a legcsodálatosabb érzés, amikor Istennel kapcsolatban lehetek dicsőítés alatt. Eltűnik számomra azok a gondok, bajok, amelyek körülvesznek, és Isten békességet ad a szívembe, és ez annyira fel tud emelni, hogy az emberek ezt el tudják képzelni, amíg ki nem próbálják, hogy Isten nem ilyen jó dolog élni, benne mozogni, élni, lélegezni, és őt dicsőíteni és magasztalni. Az egész lényünk arra lett teremtve, hogy őt imádjuk és magasztaljuk, egész lényünkkel. És szerintem ez a legfontosabb dolog az életünkben. Tényleg azon lettünk teremtve, hogy őt minden lényünkkel, őt dicsőjük és magasztaljuk. Képzeljétek el, velem történt egyszer, ami talán még soha életemben nem történt. Dicsőítés közben olyan dolog történt velem, hogy Isten szent szelleme és Isten tüze, amikor megérintett, nem tudtam megállni a lábamon, és nem tudtam hova rakni ezeket a dolgokat, talán már kellemetlenül is éreztem magam, amikor nem tudtam megállni a lábamon, és amikor utána néztem, hogy mit is jelent ez a dolog, Isten szent szellemének a tüze érintett meg, és ezt Istennek az erejét éreztem akkor, amikor rám szállt, és ezért nem tudtam megállni a lábamon, és ezt tapasztalom meg minden egyes dicsőítéskor, amikor kiállok, és kívánom, hogy ti is tapasztaljátok meg, mikor kiálltok Isten dicsérni, hogy szellemben és igazságban imádjuk őt, csak ott tudod megtalálni Isten, mikor szellemben keresed őt.
Hallom, hogy szól egy hang hozzám. Hallom, hogy szól egy hang hozzám. Készítsétek, készítsétek az Úr útját. Hallom, hogy szól egy hang hozzám. Hallom, hogy szól egy hang hozzám. Készítsétek, készítsétek az Úr útját. Egyengessétek az ösvényét. Ragyogjon fénye, ragyogjon fénye a sötétben. Esője hújjon, esője hújjon a pusztában. Az 1 Sámuel 2.30-ban azt olvassuk Istennek az igében, hogy akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek. És tényleg így van, mert láthatjuk Isten igében is, hogy valóban Éli főpapnak és a családjának az élete nem dicsőítette Istent. Láthatjuk azt, hogy a fia is milyen tévútra mentek, és hogy valóban az Istennek a dicsőítését, valóban az Istennek való szolgálatot nem úgy végezték, hogy az Istennek a dicsőségét szolgálta volna is. Nem úgy végezték, hogy az Istennek a dicsőségére lett volna. És ezért Isten nem is szerzett nekik dicsőséget, hiszen láthatjuk azt, hogy Istennek az igéjét, hogyha olvassuk, hogy hogyan járt Éli, hogyan jártak az ő fiai, és Istennek a frigyládája, a dicsőségnek a ládája is elkerült Isten népétől. Ezért fontos az én úgy gondolom, hogy valóban Istenet dicsőítjük teljes szívből és teljes lélekből, hogy Isten dicsőséget szerezzen nekünk, hiszen láthattuk azt, hogy ahogy Éli pap, főpap is méltatlan volt erre a dicsőítésre, Isten elvette tőle, és aztán Sámuelnek adta a főpapi szolgálatot. És ezért tartom azt fontosnak, hogy Isten dicsőítjük, hogy a dicsőítést töltse be a mindennapjainkat, hogy valóban Istennek dicsőséget szerezzünk az életünkkel. És nem csak azzal a dicsőítés, nem csak arról a dicsőítésről beszélek, ami itt esetleg vasárnaponként liturgikus módon megvalósul a gyülekezetben, hanem valóban a mi életünknek szüntelenül kell dicsőíteni Istent. Hiszen Isten fia Jézus a samáriai asszonynak azt mondta, hogy nem a templomban, nem Garizim hegyén kell Istent imádni, hanem Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. És én ezért tartom azt fontosnak, hogy valóban a teljes szívvel, teljes lélekkel, hogy már előttem is elmondták a testvéreim, tudjuk Istent imádni, tudjuk magunkat megtisztítani, ha bűnösen jövünk a gyülekezetbe, tudjunk megigazulva hazamenni, ha esetleg fájdalommal a szívünkben vagy a testünkkel jövünk Istennek a házába, tudjuk azt is letenni Istennek a lábához, mert akkor Isten valóban a mi életünkben dicsőséget szerez. Nem olyan dicsőséget, amit a világfény pénzzel, hatalommal vagy erővel meg tudnak maguknak szerezni, hanem olyan dicsőséget, ami örökké való módon ott lesz a mi életünkben. És ezért tartom fontosnak tartani, ezért tartom fontosnak azt, hogy valóban a mi életünk szinten Isten dicsőítse. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy mindenkiben van egy külön érték, amit azért kaptunk, hogy Istennel ezzel is szolgáljunk Isten felé is. Tehát mindenki másképpen tudja dicsérni Istent. Van, aki hangszereken tudja dicsérni, van, aki az ének hangjával, de úgy is lehet Isten dicsérni, hogy egyszerűen imádjuk és magasztaljuk őt az imádatunk által, az mi imádjunkban. És nagyon fontos az, hogy életmódunkká váljon ez a dicséret, tehát nem csak vasárnaponként, ahogy ő is elmondta, hanem minden nap és minden időben kell, hogy tudjuk dicsérni Istent. És nagyon fontos az, hogy aki tehát tehetsége van dolgokhoz, azt ne a világ számára használja fel, ne a világi dolgok felé közeledjünk ezekkel a tehetséges talentumokkal, hanem akár tánccal, akár énekkel, akár zászlóval tudjuk Isten dicsérni és magasztalni.
az ő céljaira használjuk fel a mi tehetségünket. Különböző helyzetekben, amikor valakinek imára van szüksége, akkor tudunk egymásért eszével, egy élekkel imádkozni a másikért. Együtt tudunk örülni, hogyha valakinek valami öröm éri, és úgy tudunk menni Isten elé nagy örvendezéssel. Együtt tudunk örülni egymás örömeinek, együtt tudunk egymással érezni, hogyha valakire valami probléma van, és ez szerintem fontos egy dicsőítő csapatnál, hogy ne csak egyedül érezze valaki magát, hanem igenis érezze azt, hogy igen, együtt vagyunk, és együtt visszük a dicséretet, együtt megyünk az Úr elé, és az pedig még jobb, hogyha amikor egy dicsítő csoport a gyülekezet előtt van, akkor együtt mozdul a gyülekezettel, és egy szívvel, egy lélekkel megy minden. És ahogy Erzsó is mondta az elég, hogy ketten-hárman az Úr nevében összegyűlünk. Akkor Isten ereje nagyobb erővel rá tud szállni, mert egyszerre többen hívjuk az ő nevét segítségül is. Többen tudunk ő felé tehát a mi imádatunkat kifejezni, és nagyobb erővel ránk tud szállni. És amikor kiállunk vasárnaponként is dicsérni az Urat, akkor rajtunk keresztül a gyülekezet is megmozdul, ugye, ahogy Kata is mondta, hogy rajtunk keresztül Isten szelleme rájuk is kiárad a mi örömünk által, és látják bennünk a buzgóságot, azt, hogy mennyire szeretjük Istent imádni, és ők is erre áthangolódva imádják Istent. Még ha úgy is jöttek el, hogy szomorúan, vagy elkeseredve, vagy betegen, akkor is felszabadultan tudják Istent dicsérni, mert megszabadulnak a dicséretek között ezektől a dolgoktól. Igen, nagyon fontos, tényleg nagyon fontos az, hogy egymás buzgósága által tudunk épülni. Amikor lássuk az egyik tesó, hogy annyira megérintette Isten szelleme, és amikor ránézünk, és látjuk Isten, magát Jézust, hogy kiábrázolom az ő arcán, az ő testen, ahogy viselkedik, és tényleg fölbuzdul az az ember is, aki talán lent van egy kicsit, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy van egy út, amelyen járnunk kell, de néha-néha ott van egy picike kis kő, azt talán egyedül is ki tudom dobni az útról, de amikor egy hatalmas kő ott van az úton, akkor igenis kellenek a tesók hozzá, akik együtt összefogva átöleljük azt a követ, és az úton eldobjuk, és ez jelenti számunkra azt, hogy az összefogás, az egység, hogy együtt tudunk nagyon nagy dolgokat elérni Isten dicsőségére. Fontos az, hogy egy szívvel és egy lélekkel állunk meg az Úr előtt, és mindenkinek nem csak a tehetségét oda kell tenni ez a csapatmunkához, hanem tényleg lelkiekben is oda kell állnunk, és 100%-osan oda kell szállnunk magunkat ehhez a szolgálathoz. És tényleg akkor fog kiteljesedni ez a dicsőítés, ha minden egyes tagja odaszállja magát, és tényleg ott van lelkiekben az Úr előtt, és személyes kapcsolatunk van az Úrral. És nem csak egy felszínes éneklés, hanem tényleg lelkiekben átér dicsőítés legyen. Velem tapsol és táncol, amen! Jézus, Jézus, mérőzik a